baj időszakában és esetén a magyarok talán egész Európában a legerőteljesebben képesek összefogni. Ha azt mondjuk, hogy példásan összefogott az ország, akkor még gyengén fogalmaztunk. Tehát az első szó a köszöneté az önkénteseknek, a vízügyi szakembereknek, rendőröknek, katasztrófavédők, tűzoltók, katonák, a mindenki, aki a védekezésben segítséget nyújtott. Magyarország történetének második legnagyobb dunai árvíze volt. Néhány nap alatt 2 millió homokzsákot kidobtunk oda az ártérbe, illetve a gátakat megerősítettük le. 55 ezer tonna homokot használtunk föl, több ezer ember dolgozott, és ennek meg is lett az eredménye, mert látja, hogy a környező országokban az árvíz az sok kárt okozott, és áldozatokat is követelt. Magyarországon emberéletben kár nem esett, és az anyagi kár is mérsékelt. Azt mondhatom, hogy Magyarország 5-ösre vizsgázott árvízi védekezésből, megvolt a sikerhez szükséges szív, és megvolt a szakértelem is.